Az úszás alapsporták több ok miatt is fontos, hogy már gyerekkorban biztonságban érezze magát mindenki a vízben. A Minden Gyerek Tanuljon Meg Úszni program keretében évente közel 100 000 gyerek sajátítja el a sportág alapjait, a tehetségesek pedig versenyzőként folytathatják tovább. A tanúszoda építési programnak köszönhetően egyre több településen nyílik lehetőség az úszásoktatásra, és ezzel együtt szélesedik a sportág bázisa is. A Magyar Úszószövetség elnöke elmondta, hogy több mint 5 000 igazolt versenyzőjük van, akik fejlődéséhez minden lehetőséget igyekeznek biztosítani. Nem az a cél azért, hogy mindenkiből vagy sokakból élversenyző legyen, hanem az a cél, hogy mindenki válassza a mozgást. Az úszásról nem beszélek, talán csak egyet, hogy életünk első 9 hónapját is vízben kezdtük, az anyamében, és aztán pancsoltunk apukával, anyukával a fürdőkádba. Ezek lehet, hogy ilyen buta megnyilvánulás a gondolatok, de tehát igaz. És az emberi testnek, az emberi mozgásnak a legközelebb az úszással is, nem azért, hogy nagyon népszerűsítsem, de hát ez tény, és nem is azt mondom, hogy az a cél ezzel, hogy feltétlen csak a tehetség kiválasztásra koncentráljunk. Az is jön egyébként, mert ha vannak mesteredzők, jószemű oktatók, ki fogják választani. Az úszás az egyik magyar sikersportág. Az 1980-as olimpián 200 méteres hátúszásban bajnoki címet szerző Vladár Sándor a 2020-as tokiói olimpián is érmeket vár az úszóktól. Én nem vagyok azért olyan szakember, mint a szövetségi kapitányaink, tehát nem is szeretnék nagyon jóslatokba bocsátkozni, de ha mégis, akkor azt mondom, hogy 2-23 érem egy vagy két versenyzőtől. Inkább az utóbbi. 3 érem. 2 versenyzőtől. 56 válogatott versenyzőnk van, ifi és felnőtt válogatott versenyzőnk van. Ők megkapják mindazt a lehetőséget, ami a felkészüléshez kell. Meleg égű edzőtábort, hazai versenyeket, külföldi versenyeket, világkupa. Ugye most ebben az évben 4 nagy világversenyt rendez, relatíve nagy világversenyt rendez Budapest, a Champion Swim Series új kezdeményezés május 17-18, az követően lesz egy balatonfüredi nyíltvízi világkupánk, egy junior világbajnokság, és majd ősszel pedig egy medencés világkupánk. Tehát, hogy ezeket a lehetőségeket megkapják a felkészülésben résztvevő úszók. A válogatott keretekben nyíregyházi úszók is vannak, Szurovcsák kivett az Univerziádén, Hatházi Dóra és Trizner Olivér az ifjúsági Európa-bajnokságon, Cserfalvi Olaf és Kovács Péter pedig az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon képviselheti majd a magyar színeket.